A koronavírus járvány legfrissebb megyei fejleményeiről, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Védelmi Bizottság védekezést segítő ajánlásáról, a megyei gazdaságélénkítő beruházásokról, az idei turisztikai szezonról, a helyi termelők fontosságáról, a Nagykun gazdák felajánlásáról és a nemzeti összetartozás évéről is beszélgettünk. Mai vendégünk Hubay Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Üdvözlöm, elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! A Tisza-Tó térségi fejlesztési tanács elnökeként kérdezem, hogy milyen turisztikai szezonra számít, például egy abátszalóki szabad strand, vagy egy berekfürdői gyógy- és strandfürdő tükrében. Ez egy jó kérdés. Most a napokban, mióta május hónapban fokozatosan újra nyithattak a vendéglátóegységek, és az emberek kimerészkedtek a szabadba, a szabad levegőn végzett sportolás és a szabadidő hasznos eltöltése, az látjuk, hogy milyen új perspektívát nyitott a Tisza-tónak és a szabadtéri turizmusnak. Ahogyan az éttermek teraszai újra kinyithattak, és lassan az elmúlt héten már mutatták az éttermek, hogy beülős vendégeket is fogadhatnak, és a szállodák is és panziók is újra nyithattak, ez gyakorlatilag a vendégforgalmon keresztül egy nagyon komoly indikátor számunkra, és látjuk, hogy ha újra is kell pozícionálni picit a Tisza-tavat és a Tisza-tó környéket, akár a megyét, akkor sem lesz különösebb probléma, hiszen kezd magára találni a belföldi turizmus. Talán pont a világban zajló pandémiás helyzet az oka annak, hogy sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat az emberek, főleg egy olyan megyében, mint Jász-Nagykun-Szolnok megye, ahol ilyen csekély a fertőzöttek száma, és ahol ilyen magas a higiénia szintje. Innen indult Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a kézmosás is, és az a fajta több száz éves hagyomány, ami bennünket a higiéniához köt, vagy még a kalandozásokból, a zuhanyzást is mi találtuk föl. Ez gyakorlatilag bizalmat ébreszt a megye iránt, és a belföldi turisták is nagyon nagy örömmel és szívesen látogatják a megye turisztikai attrakcióit. A veszélyhelyzetben felértékelődött a helyi termelők, a helyi termékek és magának a piacnak is a szerepe. Hogyan értékeli ezt elnök úr, és milyen perspektívát vetít előre? Nagyon fontosak a helyi piacok. Nem csak azért, mert a munkahelyteremtésben és a megye gazdasági felemelkedésében komoly szerepet játszanak, hanem azért is, mert láttuk a pandémiás helyzetben, hogy milyen komoly nehézségeket okozhat a lakosság ellátása abban az esetben, hogyha a logisztika leáll. Ezért is nem álltak le végül a szállítmányozó vállalatok, és aki külföldről importált élelmiszereket forgalmazott, ő is, ha kicsit hosszadalmasabb úton, de beszerezett és forgalomba hozhatta a választékbővítő élelmiszereket. De a hazai ellátási lánc, és legfőképpen a rövid ellátási lánc, ami közvetlenül a termelő és a fogyasztó között a lehető legrövidebb úton ad lehetőséget az áru forgalmának, ez hatványozottan felértékelődött. Felértékelődtek a termelői piacok, hiszen nagy légtérben, friss levegőn lehet vásárolni, talán így a kontaktok száma is csökkenhet, és a vírus és a kórokozók átadásának lehetősége is. De az is nagyon fontos, hogy a helyi élelmiszerek különleges minősége áll legközelebb a mi szánk ízéhez, és az a minőség, amit a szomszédos lakosok, a termelők előállítanak a számunkra, ismert, ismerős, és már rendszeresen hozzászoktunk, megismertük az ízeiket, megszerettük az ízeket, nem is szívesen cserélnénk rá tömegélelmiszerekre, ezért is mindenki, akinek vannak helyi termelői, akik beszállítanak a konyhára, azok nagyon szívesen választják ezt a választékot. De azt is fel kell itt sorolni, hogy a megyébe érkező turizmus, a vendégek számára sem mindegy, hogy milyen helyi ízekkel, milyen helyi specialitásokkal találkoztatnak, hiszen a vonzerőt nem csak egy természeti adottság adhatja a megyének és annak a turisztikai desztinációinak, hanem azok a különleges ízek, azok a különleges receptek, a helyi specialitások, amik csak itt érhetőek el, és hogyha bárki ide érkezik, elsősorban helyi specialitásokkal szeretne megismerkedni. Ezért a Tisza-tó környékén is, és Jász-Nagykun-Szolnok megye más településein is azok a vendéglátó egységek élvezhetnek nagyobb figyelmet, és a későbbiekben ők lehetnek azok a húzó, felvásárló erő a helyi élelmiszerekre, akik forgalmazzák a helyi élelmiszereket, és helyi specialitásokat kínálnak az ide érkező vendégeknek. Azt is fontos tudni, hogy megújulnak a megyében a termelői piacok. A termelői piacokon keresztül a helyi választék is bővül. A helyi választék megismerésén keresztül az a fajta gazdasági kohézió is erősödik, ami termelés fogyasztók között nélkülözhetetlen.
És ebben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat mindig is élen járt, hogy a helytermékek számára megfelelő kapcsolatot és megfelelő piacrőtási lehetőséget biztosítson a fogyasztók felé. Elsősorban a helyi fogyasztók felé. Éppen ezért van egy kezdeményezésünk, ami Alföld Szíve Kamrája néven. Magának a megyének a termelőit igyekszik összefogni, és a termelők árujának egy kínálatban való megjelentetése a pandémia által is komoly felkészülést igényel tőlünk, és már most az internetes és házhozszállítás, internetes rendelés, házhozszállítás, valamint a kiszállításon felül a helyben jövők kiszolgálása is lehetővé válik a Alföld Szíve Kamrája kezdeményezésen keresztül. Először a helyben jövőknek Szolnokon, de az internetes vásárlás az egész megye területén, sőt a megyén kívül is elérhető lesz ez a szolgáltatás. A nemzeti összetartozás éve van, milyen programmal készülnek? Hát a nemzeti összetartozás éve egy nagyon, nagyon komoly seb a magyar társadalom lelkén, főleg akkor, amikor látjuk, hogy ebből egy-egy szomszédos ország, mint hogyha gúnyt kezdene űzni. Számunkra a trianoni tragédia, ami a nemzeti összetartozás 100. évfordulós megemlékezéseit megalapozta, ez mindenféleképpen elgondolkodtatja a magyarságot, és az összetartozásban, az összetartozáshoz fűződő alkalmak megérésében talán még mélyebb és még meghittebb lesz az a pillanat, amit együtt fogunk tölteni ezen alkalommal. Idén, 2020. június 4-én egy olyan internetes megemlékezésre készülünk, amely nem csak a megye lakosságát, nem csak az ország lakosságát, hanem a határon túlra szakadt testvérmegyéinket is igyekszik bevonni, bekapcsolni abba a körbe, akikkel a megemlékezést együtt közösen tudjuk megélni. És az is nagyon fontos, hogy ezen alkalommal olyan megjelenést szánunk a nemzeti összetartozás évében a lakosságnak, ami megjelenésben benne van a lakosság gondolkodásmódja, és hogy ki hogyan éli meg azt a tragédiát, amit a nemzet részeink elszakítása okozott számunkra. Ennek a megjelenésében talán a képi megjelenítés az, ami leginkább mutatja egy társadalomnak az erejét és azt a képi látásmódot, amivel szeretnénk magunkban megerősíteni identitásunkat, nem csak nemzeti identitásunkat, és nem csak a Kárpát-medencei magyarság identitását, hanem a világ más részeibe szakadt magyarságot is igyekszünk megszólítani, és mindenkit arra késztetni, hogy figyelje ezeket az eseményeket 2020. június 4-én, amikor Jász-Nagykun-Szolnok megye az Összefog kampány keretén belül egy identitás és a nemzeti összetartozás emlékét felelevenítő alkalmat internetes módon fog majd közreadni. És a Facebook oldalunkon, közösségi médián keresztül lehet majd követni. Kérem, hogy addig jelöljék be a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzatot, és az önkormányzat híradásába vegyenek részt a karszagi polgárok is. Elnök úr, én köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is, és mindenkinek. Vírusmentes jó egészséget kívánok!